Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Rezsicsökkentés, fabrikettet kapnak a rászorulók Decsen. Turisztika a megye új kapcsolatával segíti a településeket. Új óvoda épül Pakson, a pécsi egyházmegye mintegy fél milliárdból fejleszti intézményét. Segítség, különleges futóversenyt támogat a szekszárdi önkormányzat. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Fabrikettet osztanak a rászorulóknak a hét elkövetkező napjaiban Decsen. A rezsicsökkentés címen kapott 12 000 forintos belügyminisztériumi keretből a fát már szétosztották a településen, most az önkormányzat támogatását kapják meg az érintett családok. Több raklapnyi fűtőanyag várja, hogy felhasználójához kerüljön Decsen. A gyűjtőhelyen most meglévő mennyiség mellé még egy kamion brikettet várnak Nyíregyházáról. A decsiek a belügyminisztérium 12 000 forintos keretét már szétosztották. Az elmúlt hónapban fejeztük be 420 köbméter tűzifa szétosztását Decsen a háztartások körében, amit még a belügyminisztériumi támogatásból, illetve önkormányzati önerőben biztosított a képviselőtestület a lakosság számára. A fabrikettből családonként 140 kiló jut majd. Összesen 433 család részesült a támogatásban, ami közel a település egyharmadát jelenti. Azért választottuk a biobrikettet, mert ez nagyjából egyébként fél köbméter tűzifának felelt volna meg, és annak a beszállítása és egyéb költsége az nem meghaladta volna azt a forrást, ami rendelkezésre állt. A tüzelőanyag kiosztásáról minden család értesítést kap. Emellett a balesetek elkerülése érdekében egy tájékoztatót is szétosztanak, mert a brikett nem megfelelő használata robbanáshoz vagy tűzhöz is vezethet. Öt bűncselekményt is elkövetett egy hét alatt egy 42 esztendős sárbogárdi férfi Dombóváron. A tettes többek között egy hotelből lopta el az ott lakó vendégek értéktárgyait, köztük telefont és készpénzt. Egy esetben meg is ütött egy sértettet, hogy zsákmányát megtarthassa, ezért rablás miatt is felelnie kell majd. A tolvajt a hotel lakói feltartóztatták, majd a rendőrök őrizetbe vették. A szekszárdi járásbíróság elrendelte az elkövető letartóztatását. Csak egyharmada van használatban a magánfőzők által bejelentett lepárló berendezéseknek a NAV 2018-as adatai alapján. Az országban összesen több mint 23 000 ilyen készüléket tart számon az adóhatóság, a kiadott párlatadójegyek számából azonban az látszik, hogy maximum 6900 berendezést használtak a tulajdonosaik. Az adatokat nem találja életszerűnek a Pálinka Nemzeti Tanács. A főzők kihasználatlansága arra enged következtetést, hogy sokan azért nem jelentik be tevékenységüket, hogy ne kelljen árjegyet váltaniuk a vámhivataltól. 2015 óta összesen 28 lepárló készüléket foglalt le az adóhatóság magánfőzőktől, ebből Tolna megyében 2-t. Csatlakozott a Tolna megyei önkormányzat a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez, erről legutóbbi közgyűlésükön döntöttek a megyei képviselők. A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület 2016. januárja óta működik, az életre hívásának a célja az volt, hogy a települések helyi turisztikai célkitűzéseit segítsen összehangolni a megyei célokkal. Ehhez elsősorban a megyei és helyi önkormányzatokkal, turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, valamint a szakmai szervezetekkel alakítottak ki eddig partnerséget, amihez most a Tolna megyei önkormányzat is csatlakozott. Fontosnak tartjuk, és a megyei önkormányzat szeretne az élére állni arra, hogy azok a természeti értékek, mind épített, mind néprajzi értékek, ezek felszínre kerüljenek, és ez mindenképpen a turizmusnak a promotálására szükség van. Ez csak egy első lépés. Ez egy jelzés tulajdonképpen, hogy mi, mint megye, szeretnénk szintén a pályázataink tekintetében rálátni és összefogni ezt is, így döntöttünk, hogy a Tolna Kincse Egyesülethez csatlakozunk. A pécsi egyházmegye folytatja paksi intézmény fejlesztését, korszerűsítését, egy új óvodát építenek közel fél milliárd forintból. A műemlék jellegű épületben helyet kapó korszerű, 100 férőhelyes óvodához egy új parkoló is épül.
Január óta javában folyik a bontási munkapakson a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kereszt utcai ingatlanján. Itt épül a pécsi egyházmegye 100 férőhelyes katolikus óvodája, közel 500 millió forintból. Jelenleg átalakítás alatt az épület, ahol épp bejáráson vannak az elöljárók és a leendő munkatársak. A közel 800 négyzetméteres épület együttesben 4 csoport indulhat ősszel, melyhez parkoló is épül. A Kossuth utca 6 szám alatt található ingatlanon is fejlesztünk. Itt ugyanis létrehozzuk azt a parkolót, ami azt gondoljuk, hogy egy óvodának a normális működéséhez szükséges. Fejlesztési tervek, látványtervek bemutatása mellett az új óvoda vezetőjét is bemutatták, Hesztné Raut Ildikó személyében. Dr. Udvardi György, megyés püspök és Szabó Péter polgármester kézjegyével látta el az alapító okiratot és az együttműködésről szóló megállapodást. Szívesen működünk együtt mindenkivel, aki Pakson értéket teremt, az embert szolgálja, városunkat gyarapítja. A Magyar Katolikus Egyház pécsi egyházmegye paksi óvoda és iskola fejlesztése uniós pályázatból és rendkívüli kormányzati támogatással valósul meg. A komplexum több mint 2 milliárdos összfejlesztésének óvodai részlege mintegy 480 millió forintos beruházás, mely tartalmazza a 100 férőhelyes óvodai épület együttest és játszóudvart, valamint egy teljesen új parkoló kiépítését is egy szomszédos ingatlanon. Az egyházi fenntartású óvodában a beiratkozás tavasszal megtörténik, ősszel pedig már gyermekzsivaj töltheti be az új intézményt. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont legfrissebb adatai szerint Tolna megyében nőtt a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok száma. Jelentés szerint a megyében már 20 helyen nem találnak megfelelő felnőtt és gyermekgyógyászt, ebből Pakson és Gyönkön két körzetben is. A régió többi megyeiben nem történt változás az előző havi adatokhoz képest. Könyvtárszobát alakított ki a Balassa János Kórház pszichiátriai osztályán a Szekszárdi I. és Gyula könyvtár. A megnyitón Kertész Ágnes osztályvezető főorvos úgy fogalmazott, a művészettel való lélekgyógyítás több száz éves múltra tekint vissza. A művek elgondolkodtatnak, érzékenyítenek, szembesítenek sorsokkal, élethelyzetekkel, rossz emberi megoldásokkal, így segítenek a mentális problémák gyógyításában. Hogyan ismerhetnének meg, és tisztelhetnének, ha még te sem tiszteled meg magadat ezzel? Egy szimbolikus történet felolvasásával kezdődött a könyvtárszoba avató ünnepsége a Szekszárdi Balassa János Kórház pszichiátriai osztályán. Az ünnepségen Bartos Éva könyvtáros biblioterapeuta is jelen volt, aki az országban elsőként éppen itt a Szekszárdi Kórház rehabilitációs intézetében alkalmazta először az irodalomterápiát alkoholbetegeknél 1976-ban nagy sikerrel. A szakember azt mondja, a művészetek alkalmazása a lélekgyógyításban több száz éves múltra tekint vissza. A könyvek legyenek jelen kórházi környezetben, ez körülbelül 200 éves múltra megy vissza, már Magyarországon is 1850-es években egyes kórházakban elrendelték, hogy olvassanak a betegek, mert ez kicsit elterelte a figyelmet a fizikai fájdalmakról, a szorongásokról, az aggódásokról, és egy hatékonyabb együttműködést tett lehetővé az orvos és a beteg között. Kertész Ágnes, a pszichiátriát vezető főorvos azt mondja, régóta ismert, hogy például a népmegység alkalmazása a mentális betegeknél, többek között az alkoholistáknál milyen hatékony tud lenni. Az olvasás elgondolkodtat, érzékenyít, szembesít sorsokkal, élethelyzetekkel, rossz emberi megoldásokkal, és így segítséget nyújt a gyógyuláshoz. A tudattalamba a merülés gyakorlatilag gazdagabbá, többé tesz bennünket, hogy azok a próbatételek, amiket egy hős végrehajt, azok mind azt szolgálják, hogy a történet végére megerősödjön, többé váljon. Elsősorban ezt a lehetőséget próbáljuk használni a népmese terápiákon keresztül. Ez ma már nálunk bevált gyakorlat, tehát évek óta a pacienseink hetente több alkalommal vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Az osztályon lakó betegek által horgolt ágytakarókkal és párnákkal hangulatossá varázsolt könyvtárszobába lépve azonnal találtak olvasnivalót az érdeklődők.
Az Íj és Gyula megyei könyvtár vezetője azt mondja, a mentális betegek innen nem csak kölcsönözni tudnak majd a gyógyulás szolgáló, gondosan válogatott 1300 mű közül, hanem biblioterápiás foglalkozásokon is részt vehetnek, amit a könyvtár munkatársai tartanak majd. Egy nem mindennapi országos futóverseny támogatásáról döntöttek a szekszárdi közgyűlés gazdasági és pénzügyi bizottságának tagjai keddi ülésükön. A Szekszárd és a hatos szám angol nevének ötvözetéből megalkotott Szekszárd futóversenyt Szekszárd belvárosában egy nagyjából 1000 méteres aszfaltkörön rendezik majd meg március 10-én. A verseny különlegessége az lesz, hogy a futóknak 6, 4 vagy 2 órát kell egyben folyamatosan futniuk. A Szekszárdi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjai most arról döntöttek, hogy nem kérnek pénzt a szervező egyesülettől a város köztereinek használatáért. A bizottság elnöke azt mondja, azért, mert a verseny növeli Szekszárd turisztikai vonzerejét. Ezeknek a területhasználati díját ezt általában elengedéssel szoktuk támogatni, bár nem kis összegek, és jó az, amikor tudjuk, hogy a civil szervezeti támogatásba azért ezek is beleszámítanak. Ugyan nem jön be a pénz és kiadás, de tulajdonképpen támogatás valahol ebben a formában. És ezt most is megtettük természetesen, mert fontosnak tartjuk azt, a civil lakosság az igényli ezeket a rendezvényeket. 32. alkalommal rendezték meg a Géza napi megyei versmondó versenyt a bátaszéki II. Géza gimnáziumban, amire Tolna megye több pontjáról érkeztek gimnazisták. A verseny idei témája a természet és az ember kapcsolata volt. A kezedbe lettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Köppencei Csanád, Petőfi Sándor Tiszteljétek a közkatonákat című költeményét és Vörös Sándor Kutya című művét adta elő a bátaszéki versmondó versenyen, aminek a témája az idén a természet és az ember kapcsolata volt. Kutya című verset azért hoztam, mert a természet ennek a versenynek a témája, és arra gondoltam, hogy ezt a verset már korábban is mondtam, és ez passzolna ide. A Petőfi Sándor verset pedig nagyon szeretem. Azt is már mondtam korábban, és azt hiszem, hogy nagyon passzol hozzám, és gondoltam, hogy akkor azt is elhoznám. A bonyhádi gimnazista választása és előadásmódja úgy tűnik nyerőpáros volt. Köppencei Csanád nyerte meg a versenyt, és a közönség díját, az úgynevezett Balogh Viktor emlékdíjat is ő zsebelhette be. Csötönyi László, a zsűri elnöke azt mondja, a versmondó megítélésénél legalább olyan fontos a szép artikuláció, vagy éppen az, hogy a kiválasztott irodalmilag értékes mű illeszkedjen a versenyző értelmi, érzelmi fejlettségéhez, mint az, hogy ne hagyjon szünetet a versorok között. Mindig elmondom, hogy nem sorokat közlünk, hanem gondolatokat. Sokan abban hibába esnek, hogy megtorpannak a sorok végén. Erre is föl kell hívni a figyelmet, de alapvető hangsúlyozási problémák is előfordulhatnak. Tudva lévő az is, hogy a magyar nyelvben a jelző kapja a hangsúlyt, és nem a jelzett szó. Egy kezdőversmondónál például előfordul, hogy erre is föl kell hívni a figyelmet. A 32. alkalommal megrendezett Géza napi megyei versmondó versenyen idén 12-en vettek részt. Köppencei Csanád mellett díjazták Csizmazia Dóra és Katona Anna az első Béla gimnázium tanulóinak előadását. A zsűri 3 külön díjat osztott ki, melyet Nagy Zsófia, a Szekszárdi SC vendéglátó szakképző iskolájának növendéke, valamint 2 gézás tanuló érdemelt ki, méghozzá Szabó Noémi és Szabó Bálint. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Szekszárd Big Band. Az együttes szokásos februári éves nagykoncertjére ezúttal visszalátogattak a régi tagok is, de a sztár vendégek között olyan nevek is megtalálhatók voltak, mint Rudán Joe, aki rockzenekari pályafutása mellett ízlelgeti a jazz színpadát, vagy Tóth Viktor, aki az év egyik legnevesebb jazzmuzsikusi díját nyert el, és aki pályája elején a Big Bandet erősítette. Pece István együttes vezető azt mondta, a régi zenészek örömmel fogadták a meghívást, és boldogan jöttek ünnepelni. Ez egy 40 éves zenekar, egy ilyen csapatnál a sportban ilyenkor már az edzőket rég cserélni szokták, mert ugye nekem van egy ilyen arszpolitikám, hogy mindig a legjobbaknak kell a színpadon ülni, mindig, hogy a fociban is a legjobb 11 játszik mindig. Most ennek a dolognak óhatatlanul is akadnak olyan részletei, amikben nem mindenki ért egyet, de ilyenkor az edzőnek a szava számít nyilván. És
Úgy látszik, hogy ezeken túl tudunk lépni, és a meghívásunkat úgy látszik, úgy tűnik, hogy örömmel fogadta el mindenki. Ez egy külön öröm számomra, hogy látom azokat a régi arcokat. Évente 2300 madarat ment a Hortobágyi Madárkórház hazánkban, Magyarországon 200 önkéntes segíti a munkájukat. Kurdona Madárkórház alapítója és vezetője, Déri János állatorvos tartott előadást. Elmondta, a legtöbb madárbalesetet a modern élet egyre nagyobb térnyerése okozza. Ilyenek a gépkocsival való ütközések, üvegfalnak repülés, de a szélerőmű lapátok 200-300 km/órás kerületi sebessége is olyan, amit a madár sem tud belekalkulálni, sem kivédeni a repüléskor. Hangsúlyozta, ha a sérült madarat látunk, a legfontosabb, hogy ne hagyjuk ott, mert mire a szakszerű segítség megérkezne, a madár megpróbál elbújni, ezután már kevés esély van arra, hogy megtalálják. Majdnem kizárólag az emberi civilizációnak a jelenléte a természetben az okozza a madaraknak az összes problémáját. Ezek a országúti balesetek. Az üvegfelületeknek való repülés, az áramütés, mérgezés, lelövés, ezek mind olyan dolgok, amelyekhez a madarak a természetben az akár több mint 100 millió éven át tartó evolúciók során nem tudtak találkozni, nem tudott genetikai rögzülni a vörös vércsében az, hogy ne szálljon villanyoszlopra. A régió híreivel folytatjuk. A vasútvonal után az állomások is megújulnak, 22 létesítményt korszerűsítenek a Balatonnál. Elszaporodott az aranysakál Somogyban, a ragadozó komoly veszélyt jelent a vadállományra. 25 éves a pécsi állatkert vízilova, különleges tortával ünnepeltek a zóban. A dél-balatoni vasútvonal után a vasútállomások is megújulhatnak. Balaton-Aligától Balaton-Fenyvesig 13, a Balaton körül összesen 22 létesítményt korszerűsítenek. A beruházás elsősorban a megállóhelyek utasforgalmi épületeinek rekonstrukcióját érinti. 2017 és 2018 között mintegy 105 kilométeren újult meg a dél-balatoni vasútvonal. A Szántód-Kőrös-hegy Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszon csaknem fél órával csökkent a menetidő, de gyorsabban juthatnak el a somogyi megyeszékhelyről is a Balatonhoz az utasok. A mintegy 72 milliárd forintos fejlesztés részeként nem csak a vasúti pályaszakasz újult meg, hanem a többi között a peronokat is modernizálták, több megállóhelyen pedig liftet is beépítettek. A közeljövőben rekonstruálják az állomások épületeit is. Erről számolt be a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Balaton-Szárszón is időszerű lenne a felújítás. Bízom abban, hogy a mostani lendület, lelkesedés valóban valóra válik, és az a terv, amely azt mutatja, hogy bizonyos részt lebontanak ebből az épületből, bizonyos részt felújítanak, valóban kialakult egy igen kellemes környezet, amely méltóan fogja jelképezni Balaton-Szárszónak a városképét. Balaton-Aligától Balaton-Fenyvesig 13, a Balaton körül összesen 22 vasútállomást rekonstruálnak. A felújítással egy sokkal modernebb és barátságosabb városkép alakulhat majd ki, amely növelheti a település turisztikai vonzerejét, mondja Holovics Huba. Nem mindegy az, hogy amikor egy településhez, városhoz, városra megérkezik valaki, akkor milyen az első benyomás, amikor leszáll a vonatról. Mindenképpen hozzátartozik a város imidzshez, a város marketinghez az, hogy ezek az első benyomások ezek jobbak legyenek, javuljanak. Ez a lépés egy fontos lépés ebből a szempontból is. Az állomások és megállóhelyek utasforgalmi épületeinek rekonstrukciója, tervezési munkái jelenleg közbeszerzés alatt állnak. Várhatóan 2021-ben kezdődik majd a felújítás. Több százmillió forint kárt okoz a vadállományban az aranysakál, amely hordába verődve portyázik. A kisebb állatok mellett a dám és a gímszarvasokra is veszélyt jelent, de egyre gyakrabban a településekre is bemerészkednek. Az elmúlt esztendőkben megtöbbszöröződött a ragadozók száma Somogy megyében. Az aranysakál hajnalban és alkonyatkor a legaktívabb, ezt mutatja ez a felvétel is, amely Kutas határában készült.
A nádi farkasként is ismert ragadozó azonban már nem csak az erdős területeket uralja, egyre közelebb merészkedik a településekhez is. Az aranysakál is ugye nagyon szapora jószág, végül is ugye ő is ugye a ragadozó fajtákhoz tartozik, ugye kutyafajta, minden évben ugye szaporodik, párt választ magának, évente olyan 3-6 kölyköt tud fölnevelni, és végül is ugye ők mindig családba vadásznak. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár statisztikája szerint a 90-es évek vége felé három megyében, Baranyában, Somogyban és Bács-Kiskun megyében regisztráltak aranysakálokat, akkori számukat 40 körülire becsülték. Már a Somogyban 6500, Baranyában pedig közel 3000 él belőlük. Elsősorban ugye az apró testű állatokra, ugye a mezőnyúl, fácán, őzgidákra, vaddisznókra Magyarország. Igazából ahol viszont már ugye jobban el van szaporodva, ott viszont már nagyobb testű állatokra, tehát úgy mondottan a dámszarvas, illetve a gímszarvas is veszélyt jelent. Az elszaporodott aranysakál elsősorban a vadállományra jelent veszélyt, hiszen hordába verődve akár a nagyobb testű szarvasokat is könnyedén leteríti. Az aranysakál kilövési engedélye éppen ezért egész évben érvényes. Bálint korábbi nevén Süti 25 éves lett, a pécsi állatkert hím vízilovának születésnapjára sokan voltak kíváncsiak. A különleges tortát Bálint megosztotta párjával, Ágnessel. Utódjuk Buborék jelenleg Csehországban él, a jeles nap alkalmából onnan is küldtek jó kívánságokat. Születésnapot ünnepelt az állatkert apraja nagyja. A pécsi zoo egyik kedvence, Bálint a víziló töltötte be 25. életévét. A gyerekek rajzolhattak vagy festhettek az ünnepeltnek, ezeket a műveket ki is függesztették a kerítésre. A gondozók egy különleges tortát készítettek, melynek alapja széna volt, díszítésként pedig répa és alma került a tetejére, valamint sütőtökből faragott feliratot is raktak a tortára. A gyerekeknek nagyon tetszett az ünneplés. Azt tetszett a legjobban, amikor megértették a vízilót. És az is tetszett, amikor etették a borjúfokát. Mivel etették? Azt tudod? Hol? És most a vízilovat mivel etették? Azt nézted? Igen. Répa, szalma és alma. És más állatkertben voltál már? Igen, amiben a veszprémi, ami majdnem ugyanolyan, mint ez. Bálintot az elmúlt 25 évben a látogatók és a gondozók nagyon megszerették. A vízilovak 40-45 évig elélhetnek, így megfelelő etetéssel és állatorvosi kontroll mellett még sokáig élvezhetjük Bálint társaságát. Bálint a 25. születésnapját tölti a mai napon. Ez nagyon nagy öröm számunkra, mivel egy ikonikus állatról van szó itt a pécsi állatkertben. 25 évvel ezelőtt 9 hónaposan érkezett hozzánk, a debreceni állatkertbe született ő, Siegfried és Linda gyermekeként. Bálint külső kifutója 2007-ben épült meg, majd a bővítés után Lengyelországból megérkezhetett párja Ágnes, leánykori nevén Csacsa. Szerelem volt első látásra, utódjuk már a következő évben megszületett. Buborék először az Abonyi állatkertbe került, majd Csehországba költözött tovább, ahol jelenleg is él. A jeles nap alkalmából onnan is küldtek jó kívánságokat Bálintnak. Végül nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Rezsicsökkentés, fabrikettet kapnak a rászorulók Decsen. Turisztika, a megye új kapcsolatával segíti a településeket. Új óvoda épül Pakson, a pécsi egyházmegye mintegy fél milliárdból fejleszti intézményét. Segítség, különleges futóversenyt támogat a Szekszárdi önkormányzat. Szerdán egy gyenge hidegfront miatt élénkebb északnyugati szél támadhat, délelőtt napsütése valószínűbb, de nyugat felől változó vastagságú felhőtakaró húzódik a térség fölé, marad a koratavaszi 10 fok feletti hőmérséklet. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!